1920. június 4-én Magyarország számára új határokat szabott az első világháborút lezáró 14 részből álló trianoni békeszerződés. Ebben a győztes felek, az Antant szövetség hatalmai kijelentették, hogy Magyarország felelős a háborúban a győztes államoknak okozott károkért. Ezért az ország lakosságának felét is több mint 230 ezer négyzetkilométert vettek el Magyarországból. 2010-től ez a tragikus nap hivatalosan is a Nemzeti Összetartozás napja. Egy olyan részén vagyunk az országnak, ahol a Trianon jóval több sebet ejtett. Itt az új határ az elválasztott egymástól embereket, akik korábban együtt éltek, együtt dolgoztak, együtt rendezték be, közösen rendezték be az életüket. Itt én azt gondolom, hogy a legfontosabb a nemzeti összetartozáshoz kapcsolódó a legfontosabb programok azok, amelyek ezeket a megszakadt kapcsolatokat újraépítik emberi értelemben, gazdasági értelemben, közösségi értelemben. És én azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban több olyan program is meghirdetésre került, ami ezt segítheti. Ugye diákjaink azok határon túli magyar területekre utazhatnak például, és nagyon sok olyan gazdaságfejlesztési program is van, ami ugyanezt a célt szolgálja. Így lehet újra létrehozni azokat a kapcsolatokat, amelyek megszakadtak, vagy a meggyengülteket felerősíteni. Ezeket a határmenti együttműködési programok segítik. A megyei közgyűlésnek Székelyföldig van programja a Nemzeti Együttműködési Alapnak köszönhetően. A következő egy év újabb lehetőségeket kínál a kapcsolatok erősítésére. Dolgozni fogunk ezen. Én azt gondolom, hogy egy történész konferenciát is jelentett számunkra. Éppen tegnap váltottunk erről eszmecserét. Azt gondolom, hogy ez egy jó lehetőség arra, hogy a magyarság egészét, illetve a szűke pátriánkát érintő mai napig ható következményeket számba vegyük, és gondolkodjunk közösen a jövőről, de olyan ünnepségek megszervezését is jelenti, olyan emlékműállításokat is jelent, amelyre azt gondolom, hogy lesznek állami programok, állami pályázatok is. Szatmár Németi, Ungvár vagy Eperjes, csak néhány nyíregyháza testvérvárosai közül. Közös bennük, hogy a megye szomszédos országaiban találhatóak, valamint hogy a megye székhely élő és folyamatos kapcsolatot ápol ezekkel a településekkel kereskedelmi, gazdasági és kulturális szempontból. Külön hangsúlyt helyezünk arra, hogy a diákok, a következő generáció fiatalok is érezzék ezt. Ezt a nemzeti összetartozást, ami tulajdonképpen ennek a megemlékezésnek is a lényege, hiszen a trianoni békediktátum széllyel szakította az országot ténylegesen, óriási károkat okozva, nem csak gazdaságilag, szellemileg is. De a magyarság él, összetartozik, de az, hogy éljen, ahhoz bizony mindenkinek tennie kell. Én azt gondolom, hogy itt Nyíregyházán, és nem csak az önkormányzatot említeném, sőt nem is azt első helyen, itt a város közösségében ez a gondolat él, és hát minden héten megjelenik valamilyen programban is. A megyeházán tartott rendezvényen elhangzott, az összetartozás vitathatatlan, közös ügyünk a nemzet emelése, ez pedig nem csak nemes feladat, hanem hatalmas felelősség is,